Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Energetikailag korszerűsítik az oltalom szeretett szolgálat épületeit. A részletekről később, előtte nézzük a teljes kínálatot. Rekord év, jó a terméshozam búzából. Energetikai felújítás, új részleggel is bővül az oltalom szeretett szolgálat. Kellett a csapadék, kedvező a folyók vízállása a vármegyében. Várhatóan rekordot hoz a búza terméshozama, eladniuk és exportálniuk azonban nehéz lesz a gabonát a gazdáknak. Erről Lakatos Zoltán, a Hajdugabona ZRT vezérigazgatója beszélt televíziónknak. A szakember elmondta, az ukrán gabona beszűkítette Magyarország exportpiacát, a piaci helyzetet pedig tovább rontja, hogy jelenleg is alacsony a búza ára. Két héttel ezelőtt aratták a búzát Nyírtelek határában. A betakarítás szinte már valamennyi szántóföldön befejeződött a vármegyében és az ország egyéb területein. Úgy néz ki, rekordév lesz az idei. Az 1 millió hektáron elvetett búza nagyjából 5,5-6 millió tonna terményt jelent. Erre tehát nem lehet panasz az ágazaton belül, a gabona eladhatósága viszont annál inkább problémásnak ígérkezik. Magyarországnak egy évben nagyjából 2,5 millió tonna búzára van szüksége, a maradékot különböző országokba exportálják. Lakatos Zoltán, a Gabona Szövetség Gabona Feldolgozók tagozatának elnöke megkeresésünkre azt mondta, nagyon nehéz lesz teljesíteni az export célokat, részben az ukrán gabona jelenléte miatt. Hajdú megyében nagyon szép termés van, itt egy 66 ezer hektáros vetésterület van, és itt úgy gondolom, hogy az ország egyik legjobb termése lesz olyan szempontból is, vagy mennyiségben is, de minőségben is ugye elég szép termés van. Itt az országban a többi részében az a baj, hogy azokon a területeken, ahol tavaly nem tudta felszippantani az aszály miatt a kukorica, a bent lévő műtrágya nagysága a nitrogént, és most ebben az évben még ráfejeltek erre, ott ugye nagyon sok helyen megdőltek ezek a táblák, és nagyon sok legfőbb búza van. Én most tennap voltam éppen Pest felé, még nagyon sok búza van kint az ország többi részén, és abban nagyon sok fekvő búza van. A fekvő búzákban az a baj, hogy jó sűrű állományra feküdtek le ezek a búzák, és ami alulra szorult kalász, az már sajnos elkezdett csirázni, és az már fuzáriumos, toxinos lesz az a termés, tehát ezzel bajunk lesz. Az biztos azzal a fekvő búza részével, ez nagyon oda kell majd figyelni a gazdáknak, hogy ezt olyan tudják bevinni, illetve a balmutnak arra, hogy ezt tisztítani kell, és ki kell szedni belőle mindenképpen a toxinos szemeket, különben őrülhetetlen a búza, hogyha ez így kerül be. Ugye ebben az évben több a vetésterület, tehát nagyobb a vetésterület, mint az elmúlt esztendőben volt. Tehát 1 millió hektár van Magyarországon most búzában, ez majdnem 10%-kal több, mint ami az elmúlt esztendőben volt. Tehát eleve vetésterületben nagyobbak vagyunk, és az időjárás azért kegyesebb volt, mint az elmúlt évben. Tehát ugye jogon látó azért egy 5,5-6 tonnás termés átlag Magyarországon meg lehet, tehát ilyen termésben is körülbelül egy 5,5-6 millió tonna körül teremhetnek Magyarországon. Most ebből ha megnézzük, akkor Magyarországon belülre kell kb. 2,5 millió tonna, tehát ez a lisztiparnak, a takarmányiparnak, a vetőmagnak kb. 2,5 millió tonna kellene, és a többi pedig exportálóapot képez. A baj azzal lesz, hogy itt átmenőben is van most kb. 500 ezer tonnányi búza Magyarországon, tehát itt ragadt a búza, ugyanis hoztunk be Ukrajnából is körülbelül, vagy Ukrajna irányából hoztunk be kb. 450-500 ezer tonnányi búzát az elmúlt évben, és itt annak ugye az ugye nyomta mindenképpen az elévi készleteket. Tehát itt körülbelül 4 millió tonnát kellene kivinni exportra, ami szinte lehetetlen, mert legjobb békés időben is körülbelül egy 2,83 millió tonna búzát tudtunk kiszállítani. És a gond most azzal van, hogy ugyan befogták, vagy lefogta az Európai Unió az 5 kelet-európai ország részére a búza beszállítást, de igazából azokat a piacokat, ahol mi szállítottuk az export búzánkat, azokat a piacokat az ukránok egy részben megszerezték. Értem alatt a román piacot, ugye, ahol maga a román is ott van, de az ukrán is ott volt, és főleg az olasz piac itt az érdekes nekünk. Olaszország mindig meghatározó volt Magyarország részére a búza export szempontjából, az a körülbelül évente másfél millió tonna búzát tudtunk kiszállítani, és most úgy néz ki, hogy két nagyon komoly versenytársunk van, egyik a Szerbia, a másik pedig az ukrán liszt. De az ukrán búza sajnos Ukrajnából Olaszország felé hajóval 25 euróra lehet vinni a tonnáját a búzának, tőlünk kocsival vagy vonattal 45-50 euróért. Tehát még ebben is hátrányunk van a szállításban,
Tehát ilyen szempontból nehezebb lesz a kiszállítás, meg az exportnak a teljesítése Magyarország felől. A szerbek is jelezték, hogy kb. 2,5 millió tonna exportálóapjuk van, amit jelentős részét Olaszországba szeretnék elhelyezni. Tehát nem lesz ilyen szempontból egyszerű év. Egy kínálati piac lesz egyfolytában a búzából, tehát a termelők versengeni fognak azért, hogy kinek tudják eladni a búzát. Ezek a kedvezőtlen piaci változások a magyar búza árát is letörték. Ráadásul a lisztára is kedvezőtlenül alakult az utóbbi időben, Lakatos Zoltán szerint főként a malomipar rossz döntéseinek hatására. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a liszt nagyon bután viselkedett. A malomipar ilyen bután nem viselkedett, szó szerint mondom a butaságot, tehát ilyen bután a malomipar nem viselkedett, még mióta én 45 éve dolgozok ebbe a szakmába, mint most ebbe a fél évbe tette. December hónap végével minden nagyobb malom az 3-5 havi készlettel fordult, ami ugye 135-140 forintos búzák voltak. Most ugye egyes malmok közülünk úgy gondolták, hogy ők akkor tudnak ettől leghamarabb megszabadulni, hogy ha alá mennek 30-40 forintra a lisztárával a többieknek, és akkor megpróbálják a drága búzájukat hamarabb betapsolni. Na most ebből azt követett, hogy akit megtámadtak, az meg gyorsan nem 30 forinttal ment vissza, hanem abban a pillanatban 40 forinttal vitt el az állat a lisztjének azért, hogy elnevezte a piacát. Így azt kell, hogy mondjam, hogy a malomipar megelőzte a búzának az átcsökkenését, és már egy hónapja beárasztuk a lisztet arra az ára, ami most jelenleg beállt búzából a 60-62 ezer forintos árakra. Már akkor beárasztuk, tehát itt már én nagyon szomorú lennék, hogyha még további lisztárcsökkenés lenne, mert ez a jelenlegi is már a veszteség határát súrolja, úgy gondolom, és az egyértelmű, hogy az első fél évet a malomipar veszteséggel zárja. Tehát nem lenne jó, hogyha ez tovább fokoznám még azzal, hogy még tovább öljük egymást ezen a piacon. Nagyon nem jó viselkedett a malomipar, mondom. Az egyéni érdek elvitte és elrontotta a teljes közösségnek a piacát. Az elmúlt napok fontos híre volt még, hogy Oroszország hivatalosan is kilépett abból a megállapodásból, amely lehetővé tette, hogy Ukrajna gabonát exportáljon Fekete-tengeri kikötőjén keresztül. Lakatos Zoltán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, a hazai ágazatra ez a döntés jelentős hatást várhatóan nem gyakorol. Törökországnak viszont mielőbb meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy a közel-keleti országok sem maradjanak ellátatlanul. Törökország lesz itt ebben a mérvadó. Ugye a jelenlegi folyosók is Törökországnak a közleműködésével lettek megnyitva a jelenlegi koridorok, mert a törököknek rettentő sok mennyiségű búza kell, ők az egész arab világnak a lisztellátói. Tehát közel-keletet ők látják el lisztel. És a világon legtöbb lisztet ők exportálják, tehát ők ezzel hajtani fognak ott biztos, tehát vagy az orosztól, vagy az ukrántól, ők tovább is venni fogják a búzát, és attól tartok, hogy a piacot meg nyomni fogja az ukrán kiszállításnak. Ha az orosz meg tud állapodni a törökkel, és ennek a lehetősége is fennáll, akkor az ukrán búza itt fog lenni, tehát még tovább fogja nyomni ezt az európai piacot. Ennek nagy hatását nem várom. Igazából, tehát ebből egy pár forintos mozgás lehet belőle, de igazából ennek nagy hatása nem lesz. A világon most a valahamiért legnagyobb búzatermés van jelenleg, ami fog teremni, tehát én úgy gondolom, hogy ezzel most nincsen gond a világban, hogy most a véletlenül nem tud szállítani arrafelé valahová Ukrajna. Nyáron és télen is komfortosabb körülmények között fogadhatják a jövőben a rászorultakat az oltalomszeretet szolgálatnál. Több épületét is korszerűsítik idén az intézménynek, sőt új pszichiátriai részleget is kialakítanak. A részletekről és a hajléktalanokat érintő egyéb aktualitásokról Nagy Judit intézményvezető helyettest kérdezem. Jó estét kívánok! Köszönöm. Beszéljünk először így általában a hajléktalan ellátásról a városban. Nyilván pontos számot nem ismernek, de úgy nagyságrendileg mennyi az a fedél nélkül élők száma Nyíregyházán, és hogyan változik az ő rétegződésük, vagy honnan érkeznek? Hát az elmúlt években valóban jelentős változás volt. Leginkább a számukat azokban tudjuk megsacolni, akik minket igénybe vesznek, mint intézményi hajléktalan ellátást. Ez csak mi esetünkben egy olyan 250-280 fő általában. Ez télen nyilván sokkal több is lehet, illetve nyáron ez lehet kevesebb is, de általában azt gondolom, hogy a 280 fő az lefedi a mi ellátásunkat. Ez kimondottan a hajléktalan ellátás területére értve, mert nyilván nekünk még ott van a gyermekvédelmi rendszer is, és ugye azok a családok is, akik hozzánk fordulnak, ők is ugye többnyire fedél nélküliek, vagy pedig olyan helyzetben vannak, ami miatt a saját otthonaiban nem tudnak maradni.
úgyhogy elég magas a számuk. Az utcán élők száma az is nagyon változó. Ez az elmúlt években a COVID, illetve ugye a fűtetlen lakás miatt ez is jelentősen megnőtt, hiszen kis településekről vagy behozták őket, vagy ők önként behúzódtak a nagyvárosokba, ahol több a lehetőség, hogy itt kérjenek segítséget. Azért az ő számuk is jelentősen, hogy ők azok, akiket nem lehet igazán felmérni. Ezt a periféria egyesület pontosabban meg tudna mondani, hogy hányan vannak, de pontos számot ők sem tudnak mondani, hiszen nagyon sokan vannak szívességi lakhatásban, vagy nem lakás célra szolgáló ingatlanban meghúzódva. Milyen intézményeket működtetnek, ami a hajléktalanok ellátását segíti? Az elmúlt években pont az összetételük változása, ami a nagy változáson ment keresztül az intézmény is, hiszen amikor elindultunk, még több mint 20 évvel ezelőtt nappali melegedővel, éjjeli meledékhelyen rendelkeztünk, illetve családok átmeneti otthonával, és népkonyhai szolgáltatást biztosítottunk. Mostanra ez jelentősen megváltozott, hiszen van átmeneti szállunk 40 férőhelyjel, hajléktalanok idősek otthona 50 férőhelyjel, szenvedélybetegek nappali ellátása szintén 50 férőhelyjel, nappali melegedőnk van, népkonyhai szolgáltatásunk, éjjeli menedékhely 100 férőhelyjel, ugye most fogjuk nyitni a pszichiátriai betegek nappali ellátását 30 férőhelyjel, illetve emellett a gyermekvédelmi rendszerünk is jelentős változáson ment át, ugye volt a családok átmentek valamikor 36 férőhelye, most jelenleg 40 férőhelyes, de már apukákat is fogadunk, a régi henerre nem volt lehetőségünk, illetve két külső férőjét is kialakítottunk, ahol összesen 12 főt tudunk ellátni. Emellett családi bölcsödeink vannak két csoportban, illetve nevelőszülői hálózatot működtetünk, illetve tanodánk is van még, és felzárkózó település is tartozik hozzánk. Mely épületeket érinti az a beruházás, amit az energetikai korszerűsítésre szánnak? Ez sajnos a pályázati kiírásban úgy szerepelt, hogy csak olyan telephelyek, illetve olyan intézmények kaphatták meg, akik bentlakásos ellátást is nyújtanak, ezért nekünk kizárólag a Rákóczi utcai telephelyünk fért bele, ahol az egyház által kiírt pályázatot 40 millió forintot nyertünk rá, illetve nyilván hozzá kell még tennünk önerőből is egy kisebb összeget. De ezt arra fogjuk fordítani, ami már ugye folyamatban is van, hogy a szigetelést, megnöveltük a szigetelést az épületeken, hiszen a 2007-es nyitás óta azért már jelentős változások voltak az akkori szigetelés méretében és a mostani elvárásokban, illetve kazáncserét tettünk bele a pályázatba, hogy sokkal hatékonyabb legyen a fűtési rendszerünk. Hűtő-fűtő klímákat szereltünk be még a tavalyi évben, és ezeket igyekszünk úgy kihasználni, hogy ezekkel is rá tudjunk segíteni az időjárásnak megfelelően, akár a hűtésre, akár a fűtésre, aminek ugye különösen vöröskód esetében azért van jelentősége. Illetve néhány nyílászáró csere fér még bele, illetve olyan lámpacseréket végeztünk, amelyek ugye sokkal gazdaságosabban működtethetők, illetve ahol nem volt rá szükség, ott pedig mozgásérzékelős lámpákra cseréltük, hogy ne maradjanak égbe, és ezzel is tudjunk egy kicsit gazdaságosabban működni. Mikorra készülnek el ezek a fejlesztések? Reményeink szerint szeptemberre már mindennel kész leszünk, úgyhogy amilyen jól haladunk, én nagyon merem remélni, hogy ez így is lesz. Mi az, amire számítanak a fejlesztésnek köszönhetően? Mennyiben várható, hogy csökken a rezsi? Hát, hogy a költség csökken, azt nem tudjuk, de a fogyasztás az vajon mennyivel fog csökkenni? Természetesen miatt belevágtunk a pályázatba, előtte egy energetikus segítségét kértük, és ő azért, hogyha valóban úgy lesz, ahogy ő megjósolta, akkor úgy az áram, úgy a fűtés számlán is jelentős megtakarításaink lesznek. Pontosabban nem tudjuk, hogy ugye árban megtakarítás lesz, de fogyasztásban mindenképpen azt reméljük, hogy jelentős megtakarításokat fogunk tudni eredményezni, illetve még csapokat cseréltünk ki, hogy nem ezek a folyatós csapok lesznek, hanem ami időzített csapok, hogy ezekkel is egy picit próbáljuk meg az úgy maradt csapokat egy kicsit visszaszorítani. Az, hogy komfortosabb és jobban élhető lesz az épület, az vajon létszámban fog-e változást hozni? Vagyis, hogy nagyobb kedvel fogják-e igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat a hajléktalanok?
Azt gondolom, hogy nem ezen fog múlni. Aki most is rá van szorulva, illetve aki szeretne intézményi ellátást igényelni, ez most is megteheti. Országosan, én benne vagyok egy országos munkacsoportban hajléktalan ellátással kapcsolatban, és ott is azt tapasztaljuk, hogy országosan folyamatosan csökken a hajléktalanoknak a száma, akik intézményi ellátást vesznek igénybe. Ez valószínűleg a Covid-nak köszönhető, hogy annyira megrettentek attól, hogy ugye voltak lezárások, hogy aki csak teheti, inkább más típusú ellátásban vagy másféle szolgáltatásban próbál meg elhelyezkedni, behúzódni, hogy ha még egyszer egy ilyen helyzet alakul ki, akkor ne kerüljenek bezárásra. Említette, hogy pszichiátriai részleget alakítottak ki. Ennek mi volt a háttere, mi a múltja és mi a célja? Az elmúlt években azt tapasztalható, hogy nagyon sok pszichiátriai intézményt bezártak sajnos. Ez nem minden esetben azzal történt, hogy a bentlakók hazakerültek az otthonukba, vagy más intézménybe kerültek át esetleg, ha olyan állapotban voltak, hanem sajnos nagyon sokokat a családjuk már nem fogadott vissza adott állapotban, illetve nagyon sokan voltak, akik állami gondoskodásból kerültek pszichiátriai intézménybe, nekik nem is volt hova visszamenniük. És ez azt eredményezte, hogy jelenleg a hajléktalanok között azért egy jó 40%-os a pszichiátriai betegeknek a száma. Ebben benne vannak az igazolt és a nem igazolt pszichiátriai betegek is, akiknek még csak folyamatban van a kivizsgálása, és emiatt kellett egy olyan szolgáltatást létrehoznunk, hogy egy kicsit differenciáltabb segítséget tudjunk nyújtani az ott élőknek. Hogyan lehet jól segíteni egy fedél nélkül maradt embernek? Mennyire sikeresek a programjaik? Mekkora esélye van egy ilyen embernek arra, hogy visszakerüljön egy normális társadalmi szintre? Én azt gondolom, ez mindig az egyéntől függ. Erre nem lehet jóslatokat tenni. Nagyon függ a korától, milyen természetes közege van, akik még ott vannak mögötte, ismerősök, rokonok. Nyilván minél kisebb ez a természetes védelmi közeg, annál kisebb az esélye annak, hogy ő önállóan újra talpra tud állni. Nyilván az intézmény lehetőséget biztosít rá, mindenféle segítséget nyújtunk, amit csak lehetséges, de az is kell, hogy az egyén egészségi állapota, milyen a kora, mennyire tudja magát eladni még a munkaerőpiacon, mert minél idősebb, annál kevésbé. Ugye köztük azért jellemzően alacsony az iskolázottság is, nyilván ez is nagy hátrány nekik abban, hogy megfelelő munkát találjanak. Megfelelő munkanélkül megfelelő keresetet biztosítani maguknak, azt nyilván nem tudnak, és a mostani albérleti árak mellett meg kikerülne, ez már a majdnem lehetetlen kategória. Képzéssel a hajléktalan ellátószolgálat nem foglalkozik? Most jelenleg nem. Voltak idők, amikor igen, volt olyan pályázatunk, ami nagyon sikeres is volt, ahol képzés, lakhatás és munka is benne volt, és azon ott kikerült személyek mind kint is maradtak, de sajnos pályázatok nélkül ezeket most nem igazán tudjuk elindítani. Most nem alkalmas a gazdasági helyzet, hogy önállóan ezt mi meg tudjuk tenni. Pályázatok meg sajnos most jelenleg nincsenek ilyen típusúak. Hogyan látja a látókörükbe került hajléktalanok, mennyi időt töltenek az önök oltalmában? Ez megint csak nagyon változó, ez a koruktól, egészségállapotoktól, és azt mondom, hogy még a nemüktől is függ. Az a tapasztalat, hogy a férfiak sokkal nehezebben mozdulnak ki, a nők azok inkább igyekeznek párt találni maguknak minél gyorsabban, és hogyha sikerül egy jó párt találniuk, akivel valóban tudják egymást támogatni, akkor ők onnantól kezdve már azon vannak, hogy a mi ellátórendszerünkből minél gyorsabban kimenjenek, és minél önállóban élhessenek. Egyedül férfiak nem igazán tudnak így ezzel élni, ezzel a lehetőséggel. Tehát nekik egy kicsit nehezebb. És nyilván minél idősebbek, annál kisebb az esély, hogy ki tudjanak menni a rendszerünkből. Azok az ellátottak, akik az idős hajléktalan ellátásba kerülnek, ők eleve idősként válnak hajléktalanná, vagy az önök korábbi gondozásából egyszer csak beleérnek abba a korba, hogy most már erre szorulnak? Nem, ez ráadásul nem is ugyanolyan idős ellátást kell elképzelni, mint amilyen a normál idős ellátás. Ugyanazokat a szolgáltatásokat kell nyújtanunk, de itt maga az, hogy olyan állapotban van az ellátott, amivel máshol nem ellátható, az már önmagában ugye szükségessé teszi számára a hajléktalanok idősek otthonát, és ezért van például olyan ellátottunk is, aki 72-es születésű, tehát nyilván ő még nagyon fiatal ehhez, hogy idősek otthonában legyen, de az egészségű állapota miatt másútt ő nem tud ellátáshoz jutni, illetve nem tudnánk neki olyat biztosítani, amit az egészségi állapota megkövetel.
Nagyon sokan vannak valóban olyanok is, akik még a régi ellátórendszerünkből úgymond beleöregedtek ide a mi rendszerünkbe, az idősek otthonába, de nagyon sokan keresnek minket máshonnan, és sajnos az a tapasztalat, hogy most már egyre több olyan városlakó keres meg minket itt Nyíregyházán, akinek a jövedelme miatt esélye sincsen normál idősek otthonába bekerülni, és ezért nálunk próbálkoznak. Mi nyíregyházi lakosok hogyan tudunk jól segíteni, akkor, hogyha az utcán látunk egy ilyen embert? Hát lehet, hogy ma sokakat meg fog botránkoztatni, de nem feltétlenül azt gondolom, nem feltétlenül pénzzel. Mert nem azért, mert ezeknek az embereknek nincs rá szükség, és nem is azért, mert nekünk kell megmondani azt, hogy ő mire fordítsa ezt az összeget, de a tapasztalat azt mutatja, hogy talán jobb segítség az, hogyha valami olyat adunk számukra, amire igenis szükségük van, például télen, hogyha vastag ruházatot adunk számukra, hogyha élelmiszert adunk, olyat, amit ő meg tud enni. Tehát mondjuk utcás hajléktalannak konzervet adni, meg tasakos levest, az nem annyira, mert hogy nyilván ő ezt nem tudja hol elkészíteni, de ha olyan ételeket adunk, amit ott és akkor is akár el tud fogyasztani, az mindenképpen segítség számára. Nyilván nagy melegben, hogyha valaki megteheti, akkor adjon oda egy flakon vizet nekik, vagy az élelmiszer az egy ugye örök darab. Ezekkel nagyon sokat lehet nekik segíteni. A pénz azért az inkább azt nem, mert nem azért, mert nem érdemlik meg, hanem azért, mert így tesznek róla a lakosok, hogy ezek az emberek valóban az utcán maradjanak. Hiszen ha meg tudja szerezni így ezt az összeget, akkor nem lesz érdekelt abban, hogy tovább lépjen ebből a helyzetből. És ha azt akarjuk, hogy ő valóban motivált legyen a továbblépésben, akkor ezzel tudjuk a legtöbbet tenni számukra. Nagy Judit, köszönjük szépen, köszönöm, hogy a vendégünk volt ma este. Köszönöm szépen. Nyáron központi téma a víz, a következő perceket ennek szenteljük. Az idei csapadékosabb időjárás miatt jelentősen javult Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye folyóinak vízhozama. A tavalyi aszályos időjárás után most mindenhol kielégítő a vízszint. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei a talajvíz szintjét is mérik, itt jóval kedvezőbbek az adatok. Az esős időszakok gyakorisága a lakossági vízfogyasztásban is tetten érhető. A nyírségvízmérései szerint idén eddig 6%-kal kevesebb az értékesítésük, mint a tavalyi évben. A jelenlegi aszályhelyzetet látjuk, ez ugye aszálymentes, gyakorlatilag 5 aszály. Luca Zoltán, a Feti Vízig osztályvezetője mutatja az előző évi és az idei aszálytérképet. Tavaly nyáron 223 mm-es csapadék hiányt tapasztaltak, ezzel szemben idén átlagosnak mondható csapadék esett. Ennek köszönhetően 10 mm-es többletről számolt be a szakember. Ez azt jelenti, hogy míg a tavalyi év súlyosan aszályos volt, addig az idei nyár aszálymentesnek tekinthető. Az első 4 hónap is kedvezőbben indult, hiszen 2022-ben már gyakorlatilag a január-február időszak is csapadékszegény volt. Most a léghőmérsékletek magasak, de viszont már látszik nyáron, hogy kedvezőbb a csapadék, kevesebb a hőségnap, tavaly 61 hőségnap volt, az háromszorosa az átlagnak, idén egy néhány ilyen nap volt, és a csapadékeloszlás is jóval kedvezőbb, hiszen tavaly nyáron már egy 223 mm-es csapadékhiánnyal szembesültünk, idén tartjuk az átlagot, sőt 10 mm-es csapadék többletünk van. Az aszályhelyzetnél a legszembeötlőbb, hogy míg tavaly júliusra egy rendkívüli aszályhelyzet volt, tehát el is rendelték a rendkívüli aszálykészültséget és védelmi intézkedéseket kellett lefolytatni, addig a csapadék tevékenységnek köszönhetően a felszín gyakorlatilag a felszíni talajnedvesség rendben van, tehát jelen pillanatban nincs aszály a területünk. Jelenleg a tározóink feltöltöttsége magasabb, mint tavaly, tehát mintegy 16 millió köbméter vizet tartunk vissza, és ez a tavalyitól 5 millió köbméterrel több, tehát mintegy 68%-os a feltöltöttség, tehát ebből a számból látszik, hogy természetesen ez nem a maximum, de jobb a helyzet, mint tavaly. Vízvisszatartásokat végzünk, illetve az árhullámokból tudunk vizet kivezetni. Tehát a frissen megépült Tiszatúl tározó egy zöld tározó, szivattyús vízpótló rendszere van, tehát gyakorlatilag a legkisebb
vizekkor is tudunk vizet kiengedni. A belegitározó is alkalmas árhullámokkor, kisebb vízszintemelkedésekkor vizek kibocsátására. Szivattyús vízpótló rendszerrel, napelemparkkal megtáplálva töltjük a Szabolcs-Veresmarty tározót, tehát az a térséget vízpótlását is tudjuk rendezni vízgazdálkodásilag, illetve szükség szerint Tisza-Bercelnél a belfőbe tudunk vizet visszaengedni a Tiszából. A Szamos és Kraszna folyóknál tudjuk tölteni a tározókat, tehát, illetve a Túrnál, a Sonkádnál, az Öreg Túrba vizet kiengedni. A szakember azt is elmondta, hogy a talajvíz szintje még mindig alacsonynak mondható. Tavaly mintegy 5 méter 20 centiméteren volt átlagosan a talajvíz, ez mintegy 60 centimétert emelkedett, tehát jelenleg 4 méter 60-on van, hát ez sem éri el az átlagot, tehát talajvíz tekintetében ez azért a helyzet nem oldódott meg. Június elején tartottak árvízvédelmi gyakorlatot a Tisza-Túr tározónál. Erre a műtárgyra akkor lenne szükség, ha árhullám érkezne a vármegyei folyókon. Luca Zoltán azt mondta, az enyhe telek miatt egy ideje elmaradnak a nagy hóolvadások, vagyis nincs árvízveszély a vármegyében, de a lehulló csapadéknak köszönhetően kedvezőek a mederteltségek. Kedvezőbbek a mederteltségek. Tavaly egy 30-40 köbméter volt a vízhozam, tehát a másodpercenként levonuló víz Tiszabecsnél. Idén ez az érték mintegy 130-150 köbméter per szekundum, tehát lényegesen jobbak a folyóink vízellátottsága. Voltak ugye lokálisan kiemelkedő csapadékok is, ahol egy-két óra alatt 50-60 mm csapadék zúdult le. Ez okozhat flash floodokat, tehát nekünk a monitoring rendszerünk folyamatosan működik. Figyeljük a csapadékot, figyeljük a vízszinteket, de szerencsére a területünkön nem volt olyan árvíz vagy hirtelen villámárvíz, amely a területen problémát okozott volna. Luca Zoltán hozzátette, a Szamos és Kraszna folyóknál tudják tölteni a tározókat, valamint a Túrnál, Sonkádnál a vizet kiengedni. Így egyedül a Nyírség olyan terület, ahol nincs folyó, de már erre is keresik a megoldást. Itt vízgazdálkodási beruházásra van szükség, de itt viszont tervezzük a Nyírség vízpótlását, amely a Tiszából vezetnénk vizet a Nyírségbe, és ez a tervezési folyamat már előre haladott, és itt nagy naperőművek fognak épülni, vagy akár biomassa erőmű is szóba kerülhet, tehát megújuló energia felhasználásával az egész térség vízgazdálkodását rendezni kívánjuk. A több mint 100 milliárdos beruházás tervei várhatóan még az idén elkészülnek, amelynek megvalósítása új korszakot nyithat a Nyírség vízgazdálkodásában. Maradunk a víznél, ám de áttérünk a lakossági felhasználásra. Jól esik a hűsítő csapvíz a nyári napokon. Szakemberek szerint hőség idején egy embernek naponta legalább 3 litert kell belőle fogyasztania. Ezekben a hónapokban jellemzően minden évben megnő a lakossági vízfogyasztás, erre pedig a vízi közmű szolgáltatók is felkészülnek. Nincs azonban olyan drasztikus vízigény, mint a tavalyi, rendkívül aszályos évben, derült ki a Nyírségvíz ZRT év első felében vizsgált adataiból. Összehasonlítva a tavalyi évvel, mintegy 6%-kal csökkent a vízértékesítésünk. Ugye a tavalyi év az extrém volt ilyen tekintetben, mintegy 21,5 millió köbméter hálózatban kiadott vízünk volt tavaly éves vonatkozásban, és egy 17,5 millió köbméteres értékesítésünk. Ez az évben el fog maradni, ugye csapadékos időjárásunk volt, és ez a fogyasztásra is rányomra a bélyegét. Tavalyi évben volt olyan napunk egy júniusi napon, ahol 75 ezer köbméter per nap vizet adtunk ki ágazati szinten. Ebben az évben ez 60-61 ezer köbméter volt maximum. Tormási Géza hozzátette, ellentétben az ország néhány más területével, Szabolcs-Szatmár-Berekben tavaly sem akadozott a vízellátás. Idén is így van ez, a fejlesztéseknek köszönhetően pedig a viharok okozta hosszabb áramkimaradások során is hozzáfér a lakosság az ivóvízhez. Olyan infrastruktúránk van aggregátor szinten, hogy fix telepítés, illetve mobil aggregátorokkal folyamatos vízszolgáltatást minden egyes vízművünknél biztosítani tudjuk. Tehát, hogyha az áramszolgáltató oldaláról folyamatosan szolgáltatás kiesés van, ezt vizes oldalon nem fogják tapasztalni, tisztelt felhasználóink.
A 91 települést lefedő vízi közműszolgáltató társaság a vármegye két területén végez ivóvízminőséget javító beruházást. Tiszadobon és Tiszadadán már a próba üzeme zajlik az elkészült fejlesztésnek, Tiszanagyfalu Tímár Rakamasz térségében pedig jelenleg a hálózat korszerűsítését végzik a szakemberek. A szolgáltatási területünkön két területen zajlik ivóvízminőségjavító program. Az egyik a Tiszadada Tiszadob vonatkozásában, ez egy befelő stádiumban lévő program. Itt már a próbaüzem zajlik, és hogyha itt negatív vízmintáink lesznek, akkor ez a program zárul. A másik, ami megy, az per pillanat Tisza Nagyfalu Rakamasz Tímár. Itt részben hálózatrekonstrukciók zajlanak, illetve a rakamizi vízműnek lesz egy fejlesztése. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb ezzel a műsorral jövő hétfőn várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!